Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a média megjelent munkatársait. A mai sajtótájékoztatónknak egy különös témája van. A múlt évbe érkezett adománynak úgymond a hivatalos átadása történik ma meg. Engedjék meg, hogy bemutassam az itt ülőket. Jobbomon Nyári Ildikó igazgatóasszony, főigazgatóasszonya, a Magyar Imre Kórház főigazgatója, illetve Sándor László barátom, ő az IPA szervezet etikai bizottságának a tagja. Az IPA az a nemzetközi rendőrszervezet, ami nemzetközi kapcsolatai révén sikerült ezeket a kórházi felszereléseket ide a Magyar Imre Kórház részére megszerezni, illetve átadni. Laci barátom kapcsolatai révén már több kórházba sikerült hasonló felszereléseket vinni. Ugye azt mindenki tudja, hogy sajnos, és ez nem csak Ajkára, hanem az ország összes kórházára igaz, hogy sokszor felszerelés hiányba szenvednek, vagy a meglévő felszerelések már elavultak, vagy régiek. Ezen próbáltunk egy kicsit enyhíteni ilyen téren, tehát több olyan felszerelés sikerült a Magyar Imre Kórháznak biztosítani, amit a mindennapokban tudnak használni. Ezek többek között ilyen bútorzat, tehát a várótermeknek a bútorzatának a friss, úgymond frissítése és bővítése történt meg, és vannak olyan felszerelések, amit a műtéti eljárások során fel tudnak használni, akár varrófonalak, ólomkötények, ugye a műtőben, hogyha traumatológiai műtéteket csinálnak, betegőrző monitorok, és köszönöm is azoknak a segítségét, akik mind a szállításba, mind a leltározásba részt vettek, hiszen ez nem egyik sem volt egy kis feladat, egy óriási kamiont kellett megtölteni ezekkel a felszerelésekkel, és ezeket a felszereléseket kiosztani az osztályok részére, és innen a tévénézőknek is, illetve szeretném tájékoztatni, és innen a önkormányzat hivatalából szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak, aki rendelkezésünkre bocsájtotta azt az összeget, ami az ide a szállításhoz szükséges volt, és az Egervári Transznak, aki bevállalta ezt a fuvart, és ha jól tudom, nagyon kedvezményes áron, hiszen ő is egy ajkai vállalkozó, őnek is érdeke az, hogy az itt lévő kórház jobban működjön, a költségvetését ezáltal tudtuk segíteni, hiszen ez nem az állami költségvetés terhelte, hanem ez egy plusz adományként jelent meg a kórház számláján. Szeretném megköszönni főigazgató asszonynak is, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ez a szállítmány ebbe a kórházba érkezzen. Én úgy gondolom és úgy érzem, hogy ő is egyetért azzal, hogy ez a mindennapoknak a munkáját megkönnyíti ezek a felszerelések. Ha emlékszünk rá, itt az elmúlt napokban azért voltak ónos esők, és a felszerelések között több olyan rögzítő eszköz is található, amelyet még egyszer sem használtak a német kórházba, és azt gondolom, és a jövő az, és egy olyan együttműködési megállapodást szeretnék a két kórház között megkötni, amely későbbiekben is hasonló szállítmányok, adományok érkezését teszi lehetővé. Laci kapcsolatai révén jött, ugye ezt említettem, ez a szállítmánynak az ide érkezése, így vált lehetővé. Én köszönöm még egyszer a te segítségedet, hiszen nélküled ez nem ment volna. És hogyha lehet még itt a kamerák előtt egy olyan kérésem, hogy ezt a partneri szerződésbe is segítsél nekünk, hiszen úgy gondolom, hogy minden egyes kórháznak szüksége van ilyen támogatásra. Az állami támogatás mellett persze ez egy plusz adomány, amelyből tud gazdálkodni a kórház, és hogyha újból egy ilyen több beslések szerint ez egy több milliós tétel érkezhet ide a kórházba, az az itt élők ellátását javítja, a gyógyulási esélyüket nagyba megkönnyíti, és azt gondolom, mivel tapolcai vagyok, nagyon sok tapolcait is kezelnek ebbe a kórházba, a tapolcai környéki betegek is megérzik ennek a javulását. Én köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel a sajtótájékoztatón, és hogyha esetleg valami kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok rá. Parancsoljon. Országosan a harmadik, itt Magyar Imre Kórházba ez az első. Három kórházba került eddig adomány. Először a tapolcai Deák Jenő Kórházba, oda betegágyak, rehabilitációs eszközök és egyéb felszerelések, illetve egy elektromos mozgáskorlátozott ilyen kiskocsi is került egy magánszemély tulajdonába.
az Ózdi kórházba kórházi ágyak, éjjeli szekrények, bútorzat, és ott is rehabilitációs eszközök kerültek átadásra. A harmadik ilyen akciónk az a Magyar Imre Kórház részére történt. Ott egy nagy teherautónyi szállítmány, amelyben ugye elmondtam, hogy mind bútorzat, mind egyszer használatos felszerelések, itt gondolok akár az oxigénkanül, tubusok, spináltűk, branülök, amikkel infúziót lehet adni, epidurálkanülök, ólomkötények, transportmonitorok, most műtőasztal, igen, majdnem a legfontosabbat kihagytam, beteghordó, hordágyak, amik a, szerintem a 21. század vívmányainak is megfelel, és ezek nem egy nagyon használt bútorok és eszközök, azt képzeljük el, hogy talán egy vagy két évig használták, tehát ez minden kórháznak a javára fordult. De ez az akció, ez nincs befejezve, ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, szeretném is folytatni ezt továbbiakban is. Nem csak Regensburg tekintetében, hanem ahogy járom a németországi tartományokat, mindig megpróbálom megkeresni azokat az összeköttetéseket, akik tudnak nekünk segíteni, és úgy látom, hogy mindenhol nyitott ajtókra találunk. Nagyon szívesen.